A minisztérium pályázatával több szerbiai rendőrkapitányság állománya bővül, összesen 480 új munkahely nyílik. Az Észak-Bácskai körzetben 30 rendőr kap munkát. A kishegyesi tűzoltóállomás is erősítést kap, valamint anyagi támogatásra is számíthat a község. Megegyeztünk abban, hogy Kishegyes két járművet is kap, valamint a belügyminisztérium segítségével még idén rendbe hozzuk a kishegyesi rendőrállomást. Ezzel azt hiszem, hogy többet nyújthatunk majd a polgárainknak, mint eddig. A rendőrállomások létszáma jóformán sehol sem teljes, ezért a minisztérium fontosnak tartja, hogy szorgalmazza a bővítést, ezzel is erősítve a rendőrség hatékonyságát, mondta Vanya Vukic. A rendkívüli helyzetek és a belügyminisztérium más szektoraiban is munkahelyeket létesítünk. Azokban nem szükséges az alapképzés. Ami a nemzeti kisebbségek tagjait illeti, egyenlően lesznek kezelve. A felvételi tesztek szövege a kisebbségek nyelvein is elérhető lesz, és ez alkalommal hívom fel a figyelmüket, hogy minél nagyobb számban jelentkezzenek. A belügyminisztérium pályázatára minden 18 és 26 év közötti középiskolai végzettségű fiatal jelentkezhet, aki megfelel az egészségügyi és a biztonsági előírásoknak. A kettős állampolgársággal rendelkező polgárok is jelentkezhetnek a képzésre, amely egy évig tart Kamancon az alapfokú rendőrképzési központban.